Idén 12 fiatal méretette meg magát a 12. fehérvári versünnepen, amelyet a Fehérvár Média Centrum szervezett meg, együttműködve a város önkormányzatával, a Székesfehérvári Egyházmegyével és a Szent István Művelődési Házzal, valamint a Vörös Marti Színházzal. A döntőbe 8 fiatal tehetség jutott, amelyet szombaton rendeztek meg a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Egy nagyon színvonalas döntőt láthattunk, hallhattunk. A 8 versenyző nagyon felkészült, köszönhetően a színházi mentoroknak is, akiknek ezúttal is köszönetet tartozunk, és szeretnék köszönetet kifejezni. A zsűrinek, aki abszolút építő mondatokkal biztatta őket, és kicsit tanítgatta is őket, de látszik, hogy ők már nagyon kiforrott versmondók, nagyon-nagyon ügyesek, nagyon tehetségesek, és az versünnepet annak idén azért hoztuk létre, hogy ezt a fajta keretet lehetőségként megadjuk nekik, hogy ezt meg is mutathassák. A verseket szakértő zsűri értékelte, amelynek elnöke ezúttal is Kubik Anna Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes művész volt. Mint mondja, fontos, hogy ne versenyként fogják fel a diákok a versünnepet, hanem egy lehetőségnek, ahol mindig van fejlődési lehetőség. Már régóta tanácsoljuk a fiataloknak, hogy a saját érzelmeiket, gondolataikat mindig a kortársak remekül kifejezik, és tőlük is lehet választani verset, és én még biztatnám őket arra, hogy olvassanak, és ne csak a interneten fellelhető, itt-ott kószáló verseket találják meg, hanem hogy maguk is olvassanak sok verset, vegyenek elő verses köteteket, és mindig találják meg a nekik, maguknak szóló olyan verset, amivel másokat is megörvendeztethetnek. A versenyzők munkáját a Vörös Marti Színház színészei segítették, hogy mindannyian a legjobb formájukat hozzák a végső megmérettetésen. A fődíj átadása előtt a Székesfehérvári Egyházmegye Bód és Boróka Ajsának külön díjat adott át, a Széphő ZRT Adorjáni Sárának, a Fehérvár Média Centrum pedig Török Laurának ítélte a külön díjat. A 12. fehérvári versünnep győztese Farkas Eszter, a Ciszterci Szent István Gimnázium tanulója lett. Nagyrészt a versmondásomat értékelték, és hogy bennük milyen hatást keltett. És nagyon örültem annak, hogy ennyire át tudtam adni azt, amit én tényleg közölni szerettem volna ezzel a verssel. A 8 döntős munkája a versünnepet követően nem ér véget. Csíkcsomortánban, a székelyföldi Varga Sándor verstáborban további 10 napos továbbképzésen vehetnek majd részt.